Komoly kapcsolat 2024-ben. A nők részéről. Legyen kocsid, lakásod, biztos egzisztenciád, legyél számlaképes, több mindegy, hogy nézel ki. Nem az a lényeg, hanem teremtsd meg a biztonságot. 10-ből 8 nő csak a pénzre megy, semmi másra. A 10-ből 2-t kifogsz, aki nem, az ritka, mint a fehér holló. Lesz te egy Dwayne Johnson kinézetű, ha csak egy árufeltöltő vagy, akkor p***szatod az egészet. Ez a rút igazság, konkrétan. Nem azt fogják nézni, hogy mekkora a vállad, meg mekkora a mellizmod, a hátizmod, meg a seggizmod, meg a farizmod, meg a faszizmod, hanem hogy a pénztárcád mekkora, hogy mit tudsz alájuk tenni egzisztenciálisan. Tehát a nők a biztonságot keresik, nem a kinézetet. Ennyi az egész. De már régóta rájöttem, az egy dolog, hogy tetszel egy nőnek, de ha lyukas a zsebed, akkor csak kinevet. Meg most már a legcsúnyább nők is azt nézik, hogy mit tudsz alájuk varázsolni. Nem a szexet nézik. Szex? Ugyan már. Tehát főleg egy bizonyos kor felett, 35 éves kor felett, már nem az van, hogy anyucival lakunk, meg apucival lakunk, hanem itt kőkemény. A cápák földjén nevezünk minden nap. A cápák földjén nevezek minden nap. Beleférne egy nő az életembe? Egy olyan nő, igen, aki normális, és nem azt nézi, hogy mit tudok alá tenni egzisztenciálisan. Kinézett, ugyan már? Mennyi ilyen nő van? Kifogják a madarakat, sakba tartják őket, két-három gyerek, vagy éppen gyermektelen nők, és azzal végül is azzal tartják sakba őket, hogy szexel tartják sakba ezeket a férfiakat, mert vannak olyan férfiak, akik megbolondulnak szex nélkül, tehát, és hagyják a barátokat, hagyják a gyerekkori ismerősöket azért, hogy lefeküdjenek a pinával, meg hogy simogatva legyenek, meg lefeküdjenek a f***okat. Ez a kihasználós picsa, a bocsánat a kifejezésén. Tapasztalom én is, hogy barátok tűnnek el az életemből azért, mert a nő fontosabb, mint én, vagy a gyerekkori ismeretség, a haverság, amikor ott voltam a szarban, a trébben, akkor jó voltam. Tehát komoly kapcsolat, ugyan már? Kinézet? Mit érdekel a kinézet? Van-e hasad, vagy nincs a hasad? Vagy nagy a segged, vagy... Semmit nem ér. Az a lényeg, hogy mit tudsz egy nő alá tenni, mondom, 10-ből 8, csak a pénzre hagy, semmi másra. És itt nem kell Playboy macskára gondolni, tehát a legnagyobb vaddisznó kinézetű csaj is már azt nézi, hogy mit tudsz alá tenni. A legnagyobb makkokat, diókat, zöldségeket, húsokat, tejtermékeket. Ennyi az egész. Kinézet, ugyan már. Meg kedvesség. Felejtsd el a kedvességet az emberektől. Előbb-utóbb mindenki át fog baszni a palánkon. És ott leszel egyedül, és amikor eljön az a pillanat, hogy egyedül leszel, akkor kell kibaszott erősnek lenned. Mert addig, ameddig nem jössz rá, hogy ezekért az emberekért te mennyit tettél lelkileg, és ott hagytak téged a szarban, amikor szükséged lett volna rájuk is, és azt mondták, hát nem, mert a barátnőmmel vagyok, mert 30 napból 28-at vele vagyok, és most a 29-ben kiveri a palávert, meg papust leszek, akkor megyek a csajomhoz. Tehát vannak ilyen esetek. Egy nő megérzi azt, hogy ki a határozott domináns férfi,
És általában ilyeneket kerestek, akiket lehet lelkileg irányítani. Nem véletlenül vannak. Például Leonardo DiCaprio is 50 évesen szingli nincs gyereke. A legnagyobb sármőr a világban. Egyet akartam mondani, sziasztok!